Miért nem szeretsz interjút adni? Hát mi értelme? Tehát, hogy van elég nyilvánosságom. Mit éreztél, amikor április 3-án elkezdtek jönni az első eredmények? Én alapvetően igazából egy nagyon komoly munkában voltam benne, tehát nem olyan volt időm. Sem érzelmileg, sem semmilyen más módon feldolgozni ezt. Amit a NATO eldönt, azon belül a szövetség keretein belül mindenféle segítséget és támogatást megadhat Ukrajnának. Akár katonait is. Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is. Mi jut eszed be erről? Hát ez egy nehéz este volt, mert egy komoly technikai leállásunk volt, akkor ugye emlékeztek rá, vagy emlékszel rá. Aztán 15 percet később tudtuk csak elkezdeni az adást. Az, hogy ebből az interjúból vágták ki ezt a részt, ugye te is mondtad, hogy ez más interjúban, meg más helyzetekben is hát ez elmondta a miniszterelnök jelölt. Hogy egy ellenzékinek mondott, korábban aktivista múlta rendelkező figura ebben az interjúban megkérdezi, ez nyilvánvalóan hitelesíti azt, hogy akkor lehet, hogy ennek a miniszterelnök jelöltnek tényleg vannak ilyen szándékai. Ezt hogyan élted meg, hogy ebből készült aztán a Fidesznek a reklámja? Hát láttam azt, hogy ennek mi a szándéka. A mi nézőink elbizonytalanítása, velem szembeni hergelése és az én renomémnak is a lejáratása. A baloldal miniszterelnök jelöltje korábban többször is megerősítette, ha a NATO azt kéri, fegyverek mellett akár magyar katonákat is küldene Ukrajnába. A mi nézőink elbizonytalanítása, velem szembeni hergelése és az én renomémnak is a lejáratása. Eltelik fél év, és te is erről kérdezel. Nagyra értékelem azt, hogy te igazi újságíróként ilyen kérdéseket teszel föl. És gratulálok a Partizánnak, ti vagytok az egyik, akik erőt adtatok nagyon-nagyon sok embernek és nagyon sok fiatalt tudatos politikai szereplővé, aktivistává tettetek. Hálásan köszönöm. Nem vágtátok be, amikor a névnapomon felköszöntett élőadásban. A Péter a látszattal ellentétben egyébként egy ravasz politikus. Nyilván ez is egy rafinéria részéről, hogy szövetségesnek, közeli barátnak mutat valakit, akiről azt feltételezi, hogy ezzel, hogy ő ezt mutatja a kettőjük viszonyáról, azzal feltétlenül szimpátiát kelt szélesebb rétegekben. Nagyon nagy kérdés, hogy a ellenzéki kampány az többet nyert, hogy vesztette a Partizánnal. Baloldali rendszerkritikus videós műhelyként vagy médiumként definiáljátok magatokat, ezt jól gondolom? Yep, sir. Én nem endorszáltam a Pétert egyszer sem. Hogyha a New York Times, a Washington Post megteheti azt, hogy választási időszakban endorszál egy jelöltet, és azt mondja, hogy márpedig szerkesztőségileg ide szavazunk, szerintem az is egy transzparens és ilyen szempontból egyébként egy felelős döntés. Bemutatom az affiliate marketing alapjait. A politikai affiliáció, igen, de a politikai elfogultság az ember érhetőtett a Partizán működésben. Affiliate marketing. Mik a legfontosabb issuk egy politikai jelölt kapcsán? Affiliate az egy angol szó, azt jelenti, hogy társítás vagy társított. Nagyon sokan eltagadják a politikai affiliációikat,
ez nagyon sok intranszparenciát eredményez a közéletben. És ettől csodálatos, talán ettől van ilyen őrült szexepülje és varázsa az affiliate marketingnek. Ha mondjuk egy riporter esetében lehet tudni a közéleti affiliációkat. Egy affiliate marketing birodalom felépítésében munka, 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 lófasz, nincs még pénz, munka, 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 munka. A politikai affiliációs megfontolásaitoktól függetlenül dolgozni. Ez a videó ki fog kerülni, akkor azt a mondatomat, amit elmondom, hogy hogyan szavaztam, azt meg fogja futtatni a Megafon. Azt vissza fogok köszönni soundbite-omban, lehet, hogy majd évtizedes távlatban is. A Partizán videók alatt még gyakorlatilag minden harmadik komment az arról szól, hogy na ez a real közszolgálat. Hát nehéz lenne más mondani, mint azt, hogy nyilván megtisztelő. Azt is gondolom, hogy a közszolgálat azért az alapvetően egy baloldali dolog. Az a fajta népszerűség, amire mondjuk szertettél az interneten és a YouTube-on, azért az nem véletlenül alakul ki. Hát ez nem alakul ki. Nagyon jól éreztünk rá, nagyon jó pillanatban voltunk ott, és betöltöttünk egy űrt. Én nem vagyok jó ebben az ilyen menedzselő, PR-oló dologban, én ezt egy szégyentelen dolognak tartom, úgyhogy ezt ennyivel kell beérnünk a válaszomat. Kell adni lehetőséget mások is. De akkor ez miért nem történik meg? Időhiány, erőforrás hiány, és lehet, hogy én sem vagyok a legkönnyebb eset, tehát lehet, hogy én is most ebben sem vagyok a legkövetkezetesebb, de törekszem rá. Nyilvánvalóan a Telex az egyik legfontosabb intézménye a nyilvánosságnak. Továbbra is azt lehet látni, hogy egy Origo vagy egy Index az megveri az olvasottságban, ami számomra értelmezhetetlen. Nem tudom értelmezni például. Tehát tényleg nem tudom értelmezni. De mi az, amit elmondsz szerint a társadalom? Nem tudom, ezt mondom, hogy én nem tudom értelmezni. Az, hogy a Partizánnál hogyan lehet a munkai demokráciát kiépíteni, azt szerintem nem egy az egyben a tisztorítóknak az implementálása lenne, mert az a tisztorítók. De az, hogy a dolgozóknak érdemi befolyása, érdemi szava, lehetőség legyen alakítani azt, hogy hogyan osztjuk el az erőforrásokat, mire mennyit allokálunk. Lesz-e szerinted valaha hivatásszerűen politikus? Hát ezt nem tudom megmondani. Tehát itt most nem azt nem tudom mondani. Tehát, ha lenne olyan ambíció, hogy szeretnék majd valamikor belépni a politikába, akkor azt nyilván nem mondanám el. De azt sem tudom mondani, hogy nem, biztosan nem lesz ilyen helyzet. Ez pont olyan, mint amikor egy politikus válaszol egy konkrét kérdése, de megértem. Ha nem ennyire túl professzionalizált lenne a Fidesz, mint amennyire túl professzionalizált. Fogadom, hogy az ötpont megvalósulásáért minden demokratikus ellenzéki erővel közösen fogok küzdeni. Fogadom, hogy minden lehetséges fórumon terjeszteni és képviselni fogom a magyar emberek ötpontját. Követeljük a rabszolgatörvény azonnali visszavonását! Szerintem releváns kérdések, ezeket meg lehetett volna kérdezni Orbán Viktortól, és nem véletlenül nem ad interjút, és az, hogy ő hozzá nincs ilyen hozzáférés, az nyilván minden más ellenzéki szereplő számára megemelt kockázatot jelent. Miért nem szeretsz interjút adni? Hát mi értelme?